Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! Köszönöm a szót és a lehetőséget. Fidesz Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja nevében most azért kértem szót napirend előtt, mert ma, november 27-én van a Magyar Véradók napja. Ezen alkalomból azt javaslom, hogy itt a Magyar Országgyűlés nyilvánosság előtt hangsúlyozzuk a magyarországi véradók fontos szerepét, segítségét, áldozatvállalását. Tisztelt Országgyűlés! Nélkülözhetetlen az a segítség, amelyet a magyar véradóktól kap a nemzet, hiszen évente nagyságrendileg 400 ezer véradás történik, 250 ezer segítő szándékú véradónak köszönhetően. Tisztelt Országgyűlés! A vér nélkülözhetetlen a nagyobb műtétekhez, életmentő kezelésekhez, gyógyászati vérkészítmények előállításához. Tisztelt Országgyűlés! A vér és a véradás az életet jelenti. Emberi vért csak emberi szervezet tud termelni. A gyógyításban a vérkészítmény alkalmazás szerepe nem pótolható. Számos betegség vagy vérveszteséggel járó állapot emberi vér adása nélkül nem kezelhető. Az önkéntes véradók segítsége nélkül évente több mint 400 ezer vérre szoruló beteg gyógyulására nem kerülhetne sor. Ahhoz, hogy hazánkban Magyarországon a vérellátás folyamatos és biztonságos legyen, naponta közel 2000 véradás szükséges. Tisztelt Országgyűlés! A hazai véradásokat a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezi. A véradás szervezői mozgalomnak köszönhetően naponta országosan 60 helyszínen lehet a véradóknak élni a segítséggel, lehetőség szerint minél közelebb az otthonukhoz, munkahelyükhöz. A véradás egyfajta önkéntes szűrővizsgálat is egyben, hiszen ezáltal saját egészségünkért is sokat tehetünk, segítünk és magunkat is vizsgáljuk. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából már egy telefonos applikáció figyelmeztet bennünket, ha egy véradás után eltelt 56 nap és újra mehetünk vért adni, ugyanakkor azt is megmutatja, hogy ezt hol tehetjük hozzánk a legközelebb. A véradások száma a nyári évszakban a legalacsonyabb, így ekkor különösen érdemes erre odafigyelnünk. Tisztelt Országgyűlés! Arra biztatom a képviselőcsoportok tagjait, hogy aki teheti, az adjon vért. A véradás nemzeti ügy. Tisztelt Országgyűlés! Ma a Magyar Véradók napján köszönettel tartozunk a Magyar Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt munkatársainak, önkénteseinek, hogy egész évben szervezik a véradásokat, hiszen napi közel 2000 véradásra van szükség. Köszönet az Országos Vérellátó Szolgálatnak és a szolgálat munkatársainak, hogy ők is részt vesznek a véradások szervezésében, valamint hogy megőrzik a vérkészletek stabilitását, megelőzve ezzel a vérhiány kialakulását. Tisztelt Országgyűlés! Itt a ház nyilvánossága előtt szeretnék köszönetet mondani a több mint 250 ezer véradónak, hogy személyes segítséget nyújtanak az élethez, a gyógyításhoz. Arra kérjük Magyarország kormányát, hogy adjon meg minden támogatást a véradóknak. A véradás nemzeti ügy, tisztelet a magyar véradóknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm képviselő úr felszólalását. Tisztelt Országgyűlés, mielőtt megadom a szót államtitkár úrnak válaszadásra, kérem tisztelettel képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket csendben elfoglalni. Ismételten kérem, foglaljanak helyet, köszönöm. Államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hiszen valóban az életről, életbevágó kérdésről beszélt képviselő akkor, amikor a véradásról beszélt. Minden társadalomnak egyfajta lenyomata is, hogy vannak olyan emberek, akik a saját vérüket adják, akár általuk ismert hozzátartozókért, amikor irányított véradással adnak vért, vagy pedig csak időről időre egyre többször elmenve a véradó központokba olyan emberen segítenek, akit nem ismernek. Olyan emberrel, akivel nem találkoztak soha, akitől nem is várnak köszönetet, csak úgy gondolják, hogy egy olyan közösség tagjai, és az emberiség szempontjából nekik ez egy fontos érték, hogy másokon segítsenek, ismeretlenül, önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül. Köszönjük nekik, hogy ezt teszik napról napra, hétről hétre, évről évre. Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálat szervezi véradásokat, ő gondoskodik a vérkészletről, ő figyeli azt, hogy milyen készletek vannak, és mikor van szükség különös kampányokra, hogyha beavatkozásokhoz vagy nagyobb balesetek több operáció esetén több vérre lenne szükség.
Köszönjük annak a naponta átlagos 1600-1800 önkéntes véradónak, aki elmegy a mai napon is, bár ma lehet egy kicsit többen, de átlagosan 1600-1800-an ott vannak a véradó központokban és vért adnak. Arra törekszik a vérellátó szolgálat, hogy minél több mindenkivel működjön együtt, és minél közelebb vigye az emberekhez a véradásnak a lehetőségét. Éppen ezért naponta 60-70 helyszínen országszerte van lehetőség véradásra, így mindenki a saját lakóhelyéhez, munkahelyéhez viszonylag közelebbi helyszínt tud választani. Fontos a toborzási tevékenység és nyilván a vérellátó szolgálatnak, hiszen az évente szükséges 400 000 egység vérhez nagyon sok kampányra, nagyon sok figyelemfelhívásra van szükség. Azt mondhatjuk, hogy Magyarország, a magyar véradók messze európai átlag fölöttiek, hiszen az egyfőre eső véradások száma az európai átlag fölött van Magyarországon szerencsére, és ezt köszönjük mindenkinek. Ez azt jelenti, hogy a segíteni akarás, az önzetlenség értéke Magyarországon még nagyobb és szélesebb körű, mint más nyugat-európai országokban. Ezeket az értékeket fontos figyelembe venni, és nem mindig csak mások feltétlen utánzását követni, hanem a saját értékeinket, a saját embereink önkéntességét is, másokért való áldozatvállását is figyelembe kell venni és el kell ismerni. Az országos vérellátó szolgálat az, amelyik finanszírozza a képviselő által említett Magyar Vöröskeresztnek is a tevékenységét, vonatkozó egészségügyminiszteri rendelet alapján, hogy miként lehet az emberi vér gyűjteni, vizsgálni, feldolgozni, tárolni, elosztani, illetve miként lehet a technikai követelményeknek megfelelni. Az egyik legfontosabb feladat nyilván itt is a fiataloknak a bevonása, a fiatalok körében a véradásnak a népszerűsítése, hiszen a véradásnak is van egy korfája, és mint sok másik korfa, ez is lefelé egy szűkülést mutat, magyarul a fiatalok kevésbé adnak vért, mint az idősebb emberek, de nyilván ezen a helyzeten lehet változtatni akkor, hogyha megfelelő kampányokat indítunk, ebben mindenkinek természetesen örömmel vesszük a közreműködését. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt a célt tűzte ki ebben az évben maga elé, hogy minden középiskola végzős osztályában megjelenjen, és egy osztályfőnöki óra keretében elmondja, hogy miért fontos vért adni, eloszlassa azokat a tévképzeteket, amelyek esetleg vannak, és ösztönözze a fiatalokat a véradásra. És mivel a fiatalokat leginkább online csatornákon lehet most már elérni, éppen ezért az internetes hirdetések, Facebookon való megjelenés különösen fontos a vérellátók számára. Nem csak véradókampányok, nem csak ajándékok, hanem most már ilyesfajta Facebookos, internetes megjelenés is segíti azt, hogy a jövő generációban is minél többen legyenek, akik vért adnak, nem csak irányított véradás keretében, hanem önkéntes felajánlással bárki javára. A vérellátó szolgálat természetesen folyamatosan monitorozza is, hogy mekkora vérkészletek vannak, itt ugye nyilván szűkebbek a határidők, mint más esetben, ezért fontos megőrizni a stabilitását a magyar vérkészleteknek. Képviselő is utalt rá, hogy a nyári hónapok főleg azok, amikor különös kampányokra van szükség, akkor kell még intenzívebben felhívni az emberek figyelmét, szabadságok és másokból is, hogy jöjjenek és adjanak vért. Ettől függetlenül Magyarországon teljesen kiegyensúlyozottnak mondhatjuk a vérkészletgazdálkodást. Szerencsére vannak emberek, akik másokért ismeretlenül is a saját vérüket adják. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden az önkéntes véradás egyrészt a fiatalok számára egészséges személyiségfejlődést is szolgálja, másrésztről pedig nem csak életet ment, de a nemzeti összetartozásunknak is egy fontos szimbóluma. A mai napon is és a többi napon is köszönjük mindenkinek, aki akár egyszer, akár többször, de évente vért ad, és más emberek életét, egészségét segít megőrizni, megmenteni. Köszönöm szépen!